Szekeres Tamás nagyszabású koncerttel érkezett városunkba október 22-én, amelyen főként az Omega legendás dalait hallhatta a közönség, hiszen Szekeres Tamás 25 évet töltött el az együttesben, amely meghatározó volt a zenész pályafutása során. A koncert a Benned szól a dal címet kapta, amelyet Trunkos András főproducer álmodott meg. Amikor az első dalt elkészítettem, hiszen ebből majd egy album is összeáll majd, a Gamma Police volt az első, és amikor megmutattam neki így instrumentális feldolgozásban, ahogy ma este is hallhatta a közönség, Andris rögtön azt mondta, hogy ennél nem is kell tovább menni, mert ahogy hallgatja, olyan, mintha ezek az Omega dalok benne, illetve hát a lelkében szólnának, és talán ez idézi meg leginkább azt a hangulatot, amit Meki, mint az Omega zenekar énekese képviselt és előadott. Szekeres Tamás nem egyedül érkezett városunkba. Két zenész barátja is közreműködött a koncerten. Pleskó Béla dobolt, és Herbály Péter ütőhangszereken játszott. Azért kértem föl gyerekkori barátaimat, egyrészt, mert nyilván kiváló zenészek, másrészt pedig szerettem volna azt a baráti hangulatot továbbvinni, amit az Omega zenekarban 25 évig élvezhettem. Az előadás különlegessége, hogy a kiskörösi gospelsasok énekegyüttes is közreműködött. Gospelsasok már közreműködtek régebben az Omega oratórium előadásaiban. Hogyha jól emlékszem, 17-es alkalommal játszhattam velük együtt, így az Omegával. Úgyhogy azt merem mondani, hogy bizonyos tekintetben tiszteletbeli omegások a gospel sasok is, és köszönöm szépen azt, hogy elvállalták ezt az estét. A koncerten az Omega dalok mellett saját szerzeményeket, valamint egy klasszikus feldolgozást is hallhatott a kiskörösi közönség. A koncertről készült részletesebb beszámolónkat kedden a híradónkat követő Petőfi tér című műsorunkban tekinthetik meg.